A műsor támogatja az Alakaros Varázslatos Wellness Birodalma, a 4 csillagos Mendel Magic Spa és Wellness Hotel. Ez a Lakásvásárló 6-os csatornán köszöntöm Önöket. Friss hírrel kezdünk. Tegnap jelentette be Varga Mihály miniszter, hogy foglalkoznak a lakások áfájával, illetve annak a csökkentésével. Azt gondolom, hogy ez egy áttörés lehet. Ha már bejelenti a kormány, foglalkoznak vele, reménykedjük benne, hogy esetleg valóban csökkentik majd. A mai témánk a bérlakás lesz. Gyakran szoktuk erről beszélgetni, és talán a rendszeres nézőink tudják, hogy ez nekem régi mániám, veszőparipám. Azt gondolom, hogy a bérlakás építés, vagy a bérlakás teremtés elodázhatatlan most már a magyar lakáspiacon, megnövelni a választási lehetőséget, és nekem meggyőződésem, hogyha lett volna megfelelő bérlakás állomány, és annak a megfelelő struktúrája, akkor a devizahitelesek nem kerültek volna ilyen helyzetbe, vagy legalábbis jóval kevesebben. Na, erről beszélgetünk ma a bérlakás koncepcióról Kovács Jánossal, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamra ingatlan osztályának alelnökével, szeretettel köszöntelek, és Balla Ákossal, köszönöm, a Balla ingatlan irodák tulajdonosával. Szervusz Ákos, tegeződünk, ezen régóta ismerjük egymást. Köszönjük. Kezdjük azzal, hogy talán 20 éve, de 25 éve is a szakma foglalkozik a bérlakás kérdéssel. Ki tudja már hány koncepciós tanulmány látott napvilágot, és került az aktuális kormányok asztalára, sajnos eddig hasztalanul. Most a BKIK készített egy ingatlan kerekasztal keretében egy átfogó tanulmányt a bérlakásokról, a bérlakás teremtés lehetőségeiről. Mit állapítottatok meg, milyen javaslatokat tesztek le a kormány asztalára? Hát a BKIK ingatlanosztály kerekasztal témájában az szerepelt, hogy a lakhatás kérdését tárgyaljuk meg, ami azt is jelenteni, hogy ennek egy stratégiai területe a bérlakás, de természetesen az ország lakhatási kérdésével foglalkoztunk, amelyet tudunk egyébként, hogy ma Magyarországon 4,39 millió lakás áll rendelkezésre. Ezt most összehasonlítom akár egy német lakáskérdéssel, akkor ott az állapítható meg, hogy ott is majdnem a fele. Ez az arány nagyon jónak tűnik. De ha megnézzük ennek az összetételét, akkor foglalkozni kell vele, és épp itt a problémánk, hogy egy áttörés kell. Jelenleg a gazdaságunkra jellemző a fejlődés, és minden szempontból kialakul egy újabb igényesség, és miután a palettán nemzetközi szinten is a bérlakások azok jelentős szerepet kapnak, fejlett országokban ez 30-40-50% felett van, természetesen a kérdést nem lehet kihagyni. Bocsánat, Magyarország ugye ez 8-9%. Igen, és nálunk ez 7-7,5-9%, amelyben az önkormányzatok szociális, vagy majdnem szociális, mert annak mondjuk, annak olyan 3,5%, tehát jóval el vagyunk maradva. Én visszautalnék arra, hogy lehet, hogy 20-25 éve a mi generációnk foglalkozik vele, de azért legyünk arra büszkék, a Andrássy úton bérpaloták képültek a századfordulón, és akkor a bérházak állománya jóval 20-25-30% fölött is volt. Tehát ilyen módon vissza kell térnünk egy olyan gondolkodásmódra, ahol a bérlakás lényegében egy olyan új funkciókat kap, ami biztosítja a mai legfontosabb céljainkat, a munkaerő mobilitását, egy mindenképpen egy élhetőbb lakást, ami azt jelenti, hogy korszerű, energiatakarékos, ez egy ilyen programként is nagyon jó lenne, egy reprezentálni lehetne egyébként energiahatékonyság és környezettudatosság építészetét, és ez is előrevinné a dolgokat, és úgy érezzük, hogy ebben a dologban ugyanakkor egy munkahelyet teremtve, ha csak azzal számolunk a számításaink szerint, hogy 5-10 000 lakást építenénk évente, akkor egy 10 000 lakás mellett legalább 45 000 munkahelyet hoznánk létre. Ez a feltétele is, úgy érzem, hogy ezeket a problémákat megoldaná. Ahogy olvastam a tanulmányatokban, ami még azt hiszem nem került napvilágra, de a kormánynak ugye beterjesztitek majd, ti bérházakban gondolkodtok alapvetően, ugye? Igen. Ilyen bérházra, ugye előbb is említetted, hogy azért a 50-60-80 évvel ezelőtt ilyenek épültek,
Most is van példa, igaz nagyon elvétve, a 13. kerületben készült például egy másik két éve egy 100 lakásos passzív bérház, ami úgy tudom, hogy elég jól megy, és ez nagyon jó minta lehet, kiinduló pont. Ezt a házat megnéztük, az éppen ingatlan kerekasztal részéről is, és mintaszerűen megépült, gyönyörű belső udvarra rendelkezik, levegős terekkel, korszerűen, és mindenképpen azok a szigetelések és a megoldások azt jelentik, hogy 4-5 ezer forint, vagy még annyi se az éves fűtési energiaköltsége, és ez kicsit megreformálja a bérlakás bérleti díj konstrukciónkat olyan értelemben, hogy nem az a fontos, hogy mennyi a bérleti díj, hanem az a fontos, hogy mennyit kell fizetni havonta. Jó, és ilyen módon ez egy kedvező rezsiköltséget teremt, és ha még a bérleti díj sem magas, akkor ez egy nagyon kedvező lehetőséget jelent. Mi éppen itt látjuk egy energiahatékony környezettudatos építészetnek a jövőjét, hogy ma olcsóban lehet előállítani. Ennek egyetlen egy feltétele, hogy ne szétszórtan, hanem házba épüljenek meg a bérlakások, és akkor legyen jellemző, hogy bérlakásnak is épül, és az is marad. Tehát ne legyen kisajátítható, a tulajdonos és üzemeltető ugyanaz legyen, vagy legfeljebb szervezze ki, mint tevékenységet az önkormányzat, önkormányzati társulásnak, külső cégnek, és mindenképp egy korszerű üzemeltetésbe gondolkozzunk, mert hozzá kell tennem, hogy a lakás megépítése, beruházása az a kisebbik része a dolognak, ez egy 1/10, 1/15 költség, és a nagyobbik rész az üzemeltetésnek a megtakarítása, jó, mondod, ahol sokkal megtérülnek elfelejtik a beruházások, és épp ezért megtérülési számításokat végeztünk. Igen, visszatérve erre az Angyalföldi, a 13. kerületi példára, ha jól tudom, itt majdnem piaci lakbéreket állapítanak meg, picit alatta, viszont a rezsi valóban ilyen 4-5 ezer forint, ami abszolút versenyképes az egyébként piacon lévő lakásokkal. Ákos, te ezt ugye, mint gyakorló ingatlan közvetítő, aki bérlakásokkal is foglalkoztok, ezt hogy látod, hogy ezek a majdani esetleg bérházak az ilyen rezsivel jobban értékesíthetők a piaci lakbér szintjén? Nagyon fontos észrevétel az, hogy valójában ugye az összköltséget kell figyelembe venni, hiszen ugye mindenki azt nézi, hogy ez neki mennyibe kerül. Valójában nem differenciál ebben a tekintetben, hogy melyik része ez a rezsi, vagy melyik ugye a bérleti díj része ennek az egésznek. Tehát ez minden tekintetben fontos. Egy picit viszont hadd induljak messzebbről, én szélesebbre nyitnám a képet, és azt gondolom, hogy érdemes megkülönböztetni a szociális és nem szociális bérlakás szektort, mert nagyon sokaknak a fejében az van, főleg azok, akik ugye esetleg saját lakásban élnek és nem nélkülöznek, hogy ez az egész bérlakás dolog, ez azokat érinti, akik a legrosszabb anyagi helyzetben levők. Nem, őket is érinti, és azokat is érinti, akik pályakezdők, vagy nem rendelkeznek akkora összeggel, hogy saját lakást vásároljanak, vagy egész egyszerűen rendelkeznek akkora összeggel, de nem akarják lekötni magukat, mobil, a munkájuk vagy élethelyzetük miatt nekik ez praktikusabb, tehát egy mobil életet választanak. Tehát ennek van egy komoly piaci szegmense, ahol egyébként meg tudja fizetni a bérleti díjat, meg akarja fizetni a bérleti díjat, takarékoskodik, tehát van egy élethelyzet, ami miatt neki jobb a bérlakás most, mint a tulajdon, vagy egyáltalán az élethelyzetének megfelelőbb. Ebben az esetben is ugye nagyon fontos az energiahatékonyság és az alacsony rezsi, tehát ez nem változik, de az változik viszont, hogy itt nem kell egy szociális komponenst keresni, hanem valós piaci bérleti díjakról beszélünk. Azt gondolom, hogy ezzel a szegmensenek a piacnak nem kell az önkormányzatnak vagy az államnak foglalkoznia, mert az államnak emellett van egy nagy terhe ugye azokkal foglalkozni, akik valójában rászorulók, és messze nem tudják kifizetni a piaci bérleti díjakat. Ha egyáltalán velük tud, vagy nekik tud megoldást találni az állam, akkor az már egy óriási előrelépés. Én a piacnak átadnám azt a szegmenst, ami viszont piaci alapon gondolkodik, piaci bérleti díjat hajlandó fizetni, és piacszerű magatartást vár el az ő partnerétől, aki lehet egy piaci fejlesztő, egy olyan társasház beruházó, aki kifejezetten erre hoz létre egy társasházat, hogy üzemeltesse. Tehát sok logika azonos azért abban a tekintetben, hogy hogyan kell üzemeltetni ezt hatékonyan, de én egy részét nyugodtan hagynám a piacra. Természetesen ez abban a piaci környezetben nem fog működni, mint ahogyan nem is látjuk ezt működni, ahol egy magas áfateher, magas adóteher van, ahol jó bizonytalanság van, ahol gyakorlatilag ugye a közösségi oldalakon szinte rendszeresek azok a rémtörténetek, hogy kinek hogyan éltek vissza a lakásával, miközben jó hiszeműen adta bérbe. Tehát ebben van szükség némi változásra, de egyébként ugye nem óriási tőkebefektetésre, hiszen a piacon van tőke, vannak ingatlanfejlesztők, akik már ugrásra készen várnak arra, hogy el
tudjanak kezdeni valamit, és én azt gondolom, hogy ha ezt egy picit félretesszük és a piacra bízzuk, akkor jobban tudunk a valóban nélkülöző embereknek a szociális bérlakásaival foglalkozni, hiszen az állami keret erre is, mint minden másra, nagyon-nagyon szűkös, és visszatérek oda, hogy valóban mind a két esetben pedig a fenntarthatóság és a bérleti díj nagyon fontos, illetve még egy harmadik szeletnek hadd nyissam meg, hogyha most itt ugye két területet vázoltam fel, ugye a volt devizahiteleseknek a lakásait, akik ma már forinthitelesek, de nem feltétlenül boldogabbak abban a tekintetben, hogy a törlesztő részletük továbbra is magas, a kilátástalansági helyzetük ugye nagyon-nagyon rossz, illetve kilátástalan a helyzetük, tehát számukra egyébként egy megoldás lehet az a lehetőség, ami szerintem olyan, mint amit az eszközkezelő csinál ma, de annál azért egy picivel piacibb, tehát nem azt gondolom, hogy ezeknek a lakásoknak a sorsát hagyni kell a bankra, magukra, hanem előfordulhat, hogy ezeket kell átkonvertálni egy olyan bérlakás állományá, ahol maga a korábbi használó lehet ennek a bérlője. Ez egy harmadik szelet lehet, ahol egy meglevő problémát, vagy két meglevő problémát, a hitelesek problémáját és a lakás hiányt, az a bérlakás hiányt esetleg együtt oldja meg az állami szereplő. Számtalan dolgot érintettél, ezekre visszatérünk majd néhány mondattal. De hadd vessem itt közben azt, hogy talán az ideális állapot az lenne, hogyha a tulajdon, a szociális bérlakás és a piaci bérlakás együtt tudna megjelenni, és olyan struktúrában tudna megjelenni, ami átjárható is lenne. Mert ebben az esetben, különböző élethelyzetekben, amit te is említettél, egy fiatal pár elindul egy szociális bérlakással mondjuk. Abból át tud menni egy piaci bérlakásba, és amikor már tényleg jobban keres, jobb létben van, akkor tud tulajdonba menni, és így visszafele is. Tehát amikor nyugdíjba megy az ember, akkor lehet, hogy nem kell neki már a nagy tulajdon, hanem visszamegy egy bérlakásba. Parancsolj, János! Én nagyon köszönöm Ákosnak, amit elmondott, mert szinte visszahallom azokat a vitáinkat, beszélgetéseinket, mint ingatlan kerekasztalt 2014. szeptemberben elkezdtük. És örülök, hogy ennyire a szakma ráérzett, amit a gyakorlat is másik oldalról igazol. Jó, hogy ingatlan szervezetek vettek benne részt, akkor még 14-en, később a végére már 22 szervezet volt egyetemekkel tulajdonképp kibővülve, és ebbe benne volt a maga bankokat is bemondtuk, és maga a dilemmánk nekünk az volt, hogy maga az egész bérlakás rendszert azt nem úgy lehet felfogni, hogy szociális bérlakás. Önmagában törvénnyel is gondunk van, mert szociális bérlakásokról szól. A piaci alapú, vagy a piaci bérlakások nem igen működnek, mert szociális bérlakás alatt nem lehet találni. A PTK módosítása tesz erre kitételt, hogy már magán lakásként magánbérletek is léteznek, de törvényileg megfelelően szabályozni kellene. Mi az egész bérlakás programban az elképzelésünk, hogy teljes instrumentjével kell szabályozni. Tehát a szervezeti rendszerével, ha bérlakásokat építünk, és hozzá a törvényi hátterével. És itt kell kezdeményezést tenni, és úgy gondoljuk, hogy az ingatlan kerekasztal ajánlásai, ez jó az államnak, önkormányzatnak, mert körbejárta a problémát, és ugyanakkor megteremt egy olyan lehetőséget nyugat-európai példák alapján, hogy a vállalkozások is eszkos és egyéb jelleggel bérházakat építhetnek, ezek a bérházakat kiadhatják, és ha most belegondolunk jelenleg a vállalkozóknak a kereskedelmi bank megkapott kamataira, akkor inkább kiadás, mint bevétel lenne. Itt viszont tisztességes hasznot realizálhatnak. Németországban például 10 évig megépített bérháznak a javait beszedik, és 10 év után ingyen átadják önként az önkormányzatnak, és ez az önkormányzat úgy járul hozzá, hogy telket ad, és azon a telken megépíti a vállalkozó. Tehát egy jó befektetési hát forma. Mi maximálisan egyetértve azzal, hogy nem szociális bérlakás van csak, 2010-ben megalkottunk egy bérlakás koncepciót, hát olyan száz néhány oldalba, amelynek a lényege az volt, hogy a bérlakásoknál 1-10 kategóriát állítottunk fel, 1-4 lényegében a szociális bérlakások voltak, amely természetesen ugyanúgy energiahatékony, környezettudatos, mert független az attól, hogy ki költözik bele, az más dolog, hogy milyen szolgáltatást kap, és 5-10 pedig azok a bérlakások, amelyek piaci alapúak. És a piaci alapnál viszont a felső kategóriát eleve egy luxus lakásoknak képzeltük el, a maga jelenlegi penthouse jellegével, jacuzzival, szaunájával, egyebekkel, amire megint kereslet van, mert sok példa mutatja azt, hogy például a Rózsadombon, Adiliget környi második kerületben ezek ilyen bérletek vannak. Egyetlen egy szépségkibája a dolognak, hogy külföldiek adják bérbe, akik megépítették. Mennyivel jobb lenne, mi adhatnánk bérbe. Na most ezeken a gondolatokon tulajdonképpen mi oda jutottunk el, hogy igazán a probléma abból adódik, hogy
maga a bérlakásnak a szabályozási rendszerét, a gondolkodását kell úgy átalakítani, hogy a igények igényvezérelt, keresletvezérelt lehessen. És ma a piacon egy olyan jellegű gondolat van, ha meghallgatunk egy önkormányzatot, akik itt óriási szerepet vállaltak, mert fenntartották idáig a bérlakásrendszert, és jól csinálták, mert bérlakások azért épültek, és jelenlegi rendszert is valami módon fenntartják. Mi azt mondtuk, hogy olyan anyagot szeretnénk készíteni, ami számukra is hasznos lehet, és többek között javasoltuk azt, hogy jelenleg azok a megoldások, hogy 20 ezer év, 15 ezer év, 30 ezer év bérbe adják, ezek nem jó megoldások. Tekintsük ez önköltséges vagy piaci árnak, ezen számolja az önkormányzat, akkor nem lesz veszteséges a bérlakás gazdálkodása, és másik csatornán viszont biztosítsa azokat a szociális juttatásokat, amelyet adnia kell, és ne legyen összemosva a kettő. Mert így természetesen veszteségesnek tűnik. Tehát épp az önkormányzatok számára fontos lenne, egyrészt maga az áfa csökkentés is, mert az áfa vezérli sajnos a béleti díjakat, tehát az, hogy olcsóbban, jobban tudják kiadni, és magasabb színvonalon adják ki, ez azt is jelenti, hogy valószínű, hogy még a szociális támogatások is csökkenthetők lennének, mert nem mosódik össze a kettő. Azt hiszem, úgy egyértelmű az összefüggés. Abszolút világos. És, tehát... és éppen ezért az a szempontunk, és maximálisan igazat adunk Balla úrnak, hogy ezt a keresletnek kell vezényelni, és igenis ma már igény van. Ez az igény, csak arra gondolunk, hogy az egyetemek kampuszai mellett 40-60 ezer ágybéleteket vesznek ki a hallgatók, és nem bérlakásokat adunk, vagy gondolhatunk arra, hogy akár a belügyminisztérium katonák részéről, katonatisztek részéről mennyi lenne igény. Tehát itt állami igények sora is jelentkezik, és lényegében egy olyan hatékony formáról van szó, ami nagyon jól működteti. Én még egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a bérlakást mi nem úgy érezzük, hogy ez a bérlakás, ez a legfontosabb célunk. Mi a lakhatás kérdésében gondolkoztunk, amelynek egyik stratégiai területe maga a bérlakás, amely mindenképp választékot bővít. Egy francia példával hagyj éljek, hogy úgy jellemezték, hogy 10% elnézés, 10% az embereknek szociálisan rászorul, ki kell szolgálni, 10%-at nem érdekli, a 80% meg eldönti, hogy magánlakásba vagy bérlakásba akar élni. Valahol ez a társadalmi modellt kell elérni, ha a gazdaság fejlődik, az igényszintek emelkednek, akkor ebben úgy kell gondolkozni, hogy minőségi, és nem mennyiségi alapon, hanem minőségi elvárások mellett olyan bérlakásokat adjunk, amelyben szívesen laknak, és felemeli a színvonalát az egész lakáskérdésnek és a lakhatásnak. Amiket mondta, hogy a százalékok, mert a Városkutatás Kft. Készített még a válság előtt egy felmérést. Ebből az derült ki, hogy a tulajdonosok 25-28%-a élne bérlakásban a válság előtt. Ez azóta minden bizonnyal nőtt, majd megkérem a megedős sorsaikat, csinálják egy új felmérést. Kíváncsi lennék erre, Ákos szeretné volna. Az előbb felvetetted azt, hogy átjárhatóság témaköre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az átjárhatóság, de nagyon sokan ezt is félreértelmezik. Sokan keresnek meg úgy egy ingatlan közvetítőt, hogy olyan lakást keresnek, amit bérelhetnek, aztán majd később megveszik. Ez eddig nem is problémás, csak hogy szeretnék beszámítatni a bérleti díjat, majd később a vételárba. Reális lenne, vagy logikus lenne. Nem, alapvetően inkább azt kell mondjam, hogy nem tekintettel arra, hogy a bérleti díj az ugye annak az időszaknak az ellenértéke, amit bérlőként töltünk ebben az ingatlanban. Ha máshogyan fogalmazok, a befektetett tőkének az ellenértéke, kamata, amit ebbe az önkormányzat, az állam vagy magánpiaci szereplő befektet. Ott ugye húzni kell egy vonalat, amikor utána azt mondjuk, hogy utána egy tulajdonról beszélünk, mert akkor ugye annak az aktuális piaci értékét kell gyakorlatilag ugye figyelembe venni. Tehát amennyiben ugye bármilyen módon ezt beszámítjuk, akkor ajándékot adunk így az adott illetőnek, aki ezt szeretné megvásárolni. Ez ugye privát és privát szfér között nem fordulhat elő. Privát és nem privát szfér között azt gondolom, hogy bizonyos esetekben előfordulhat, de akkor azt támogatásnak kell nevezni, pont ahogyan ugye ez elhangzott az előbb, hogy akkor ki kell mondani, hogy ez bizony egy támogatási forma. Ugye lehet az is, hogy valaki elkezdi mondjuk az életét egy szociális bérlakásban, és ő azért kapja ezt, hogy ő takarékoskodni tudjon. Ha be tudta bizonyítani, hogy takarékoskodott, akkor ő kaphat egy kedvezményes piaci alapú bérlakást, és mondjuk ez attól lehet kedvezményes, hogy olcsó rezsivel kapja, attól lehet kedvezményes, hogy nem feltételezzük, hogy le fogja lakni, tönkre teszi, hiszen ő már bizonyította, hogy megbízható ember, és utána, hogyha még egy kedvezmény szintet ebbe be akar valaki építeni, akkor ott lehet nevesíteni, de az egy nevesített kedvezmény lehet. Úgyhogy ha ezt még enyünk egy családi otthonteremtési kedvezménye, vagy egyebekkel össze akarjuk vonni, akkor kettő vagy háromszori kedvezményt kap az adott egyébként rászoruló, de akkor azt meg kell mondani, hogy valójában itt kétszeres, háromszoros támogatásról van szó.
A másik téves feltételezés az átjárhatóság kapcsán az, hogy legyen ez ugyanaz a lakás, mert hát úgy megszerettük, úgy kialakítottuk, megvettük a függönyöket, bútorokat, kifestettük a kedvenc falszínünkre, de nagyon helyesen elhangzott az, hogy tömbökben kell gondolkozni. Tehát ez hatékony csak akkor lehet, hogyha egy ház, egy beruházás egyben van kezelve, különben maga az üzemeltetés lesz hatékonytalan. Az egy teljesen más történet, amit mondtam, hogyha a devizahiteles lakások vannak összecsoportosítva, ott már nem hatékony üzemeltetésről beszélünk, de nem is egy ideális állapotról, hanem egy problémának a feldolgozásáról. Itt is ugye a méretek számítanak, hogy hány ezer vagy hány tízezer lakás lehet, és itt is azért a koncentrációnak legalább egy település szintjén meg kell, hogy jelenjen. Tehát ez nem lehet országosan akárhol, hanem kifejezetten ott, ahol munkahely van, élénk gazdasági folyamatok vannak, és ott is megvan egy kritikus volumen. Az, ami ma egyébként az eszközkezelőnél van, az azt gondolom, hogy nem feltétlenül ezen a modellen alapszik, és nem is feltétlenül egy megtérülő modell, amit persze megtehet. Átalakítható lehet. Jó, én nem azt mondom, hogy ez egy rossz koncepció, az első lépésnek egy teljesen jó lépése volt, de hogyha megnézzük azt, hogy ma alapvetően egy 100 000 forintos bérleti díjú lakásra fizet valaki 20 000 forintot, nagyságrendileg ugye ezek tényleg létező arányok, akkor itt azt jelenti, hogy valaki azért nagyon olcsó jut hozzá egyébként egy minőségi lakáshoz, ezek mellett figyelembe kellene venni a szociális rászorultságot, a kialakult helyzetet, de valahol a piac felé kellene tartani. Én azt mindenképpen országos hálózatként működtetném, ugyanis pont a munkaerő vándorlás miatt ezen az egyik legjobb megoldás, hogy hasonló minőségű bérlakásokat lehessen Győrben is bérelni, meg Nyíregyházán is, meg mindenhol. Tudom, ez egy utopisztikus ebben a pillanatban, de ha elindulunk ebbe az irányba, akkor szerintem ez egy jó gondolat lehet, nem János? Igen, de hadd csatlakozzak először még az Ákos által elmondottakhoz, mert épp ebben a dologban mi próbáltunk ezen segíteni, és úgy érzem, hogy a koncepciónk mai napig megállja a helyét egyébként, és nem akarom bántani az eszközkezelő létrehozását, de mi írtunk egy olyan programot, hogy kilakoltatás helyett bérlakás. Ennek a programnak az lett volna az alapja, hogy állami részvétellel egy ingatlan alap faktorálta volna a bankoktól a követelést oly módon, és itt hagy helyesbítsek egy dologba egyébként, több mint 20 évig pénzeti vezető voltam, és azért merem mondani, hogy nem devizahitelek vannak, a devizahiteleket pontosan visszafizették, mert devizába kapta, devizába fizette, egy devizalapú forinthitelek voltak, ahol ráadásul minden olyan költség, ami nem is devizaköltség volt, ezt a bankok forintban, árfolyammal, vastag árfolyammal, kétszeres, háromszorosáron a svájci frank felfutását ismerjük, egyébként a forint gyengülését hozzá. Tehát ez okozta a problémát, és ezt a kérdést úgy akartuk akkor megoldani, hogy lényegében ilyen módon, tehát a devizalapú hitel károsultaknál bérlakásra átalakítva, ingatlanalap megvásárolja, visszaadja bérlakásként, és akkor valóban megadjuk azt a lehetőséget, hogy akár ha pontosan fizeti a bérletdíjat bizonyos részével, mert nem el kell tartani a bérlakásrendszert, azt ki is vásárolhatta volna, aki jól fizet, és az egésznek a lényege egy csúszka lett volna. Aki nem tudja fizetni azt a lakást, amelyben olyan keresete van, hogy nem tudja fizetni 80-100 négyzetméter lakását, az ment volna kisebb lakásba. Tehát igenis a bérlakásrendszernek átjárhatónak kell lenni. Ami ebben lényegében novum lett volna, hogy a bérleti díjakat összeszedve lényegében a bankközi hitelként fizettük volna vissza a bankok felé azt a követelésállományt, és a bankok is jól jártak volna, mert jelenleg a értékvesztési leírásként kezelt veszteségeiket rögtön megúszták volna, és ilyen módon a bankok eredményezőségébe is jelentkezhetett volna, még akkor is, ha folyamatosan és fokozatosan kapták volna vissza. Sajnos az ingatlan alap ez így nem jött létre, és maga az eszközkezelőnek is az a problémája, akkor is szembenéztünk, hogy igazán egy átmeneti megoldásról van szó, és ezt a ingatlan kerekasztal koncepcióba is lefektettük, hogy jelenleg nem képzelhető el bérlakásként az eszközkezelő 10 000 lakása. Mert szétszórt, nem lehet kezelni, és mi azt a kérdést fogtuk meg, hogy igazán bérházban lehet, és egy office megoldással együtt. De nem elszaladt az időnk, nagyon jó beszélgetés volt, még egyetlen percünk van, ebben mindenképpen szeretném azt elmondatni, kérlek benneteket, hogy a finanszírozásról nagyon-nagyon rövid, tehát ugye pont itt az áfa csökkentés lehetősége okán, milyen finanszírozási elképzelést tettetek, de nagyon-nagyon röviden. A számításainkban, amelyet mi ilyen leegyszerűsített modellben hoztunk létre olyan modelleket, hogy tulajdonképpen bérlakás típusonként 40-60-80 négyzetméteresbe kiszámoltak a bérleti díjakat. Igaz, hogy olyan módszerekkel, hogy legalább 2 hónapig aukciók kell, évenként egy fenntartási költség hozzájárulás,
és lényegében egy eltartható állapot, és abból indultunk ki, amit Ákos is mondott, hogy fizetőképes kereslet. Kereslet által vezérelt bérlakás rendszer. Hogy terül meg? Tehát egy befektetőnek miért érdekel? Amennyiben az áfa 5%, 5-10 és 27%-os áfában gondolkoztunk, akkor természetesen azok a bérleti díjak óriási mértékben különböznek. Mi office költség együtt számoltuk a rezsivel együtt, és hát azért azt jelenti, hogy ma nagyon jó áron, a jelenlegi áraknál lényegesen olcsóbban kiadhatnánk ezeket bérletbe. Az 5%-os áfánál vagy 10-nél mennyit veszít vagy nyerhet az állam? Mert ez egy lényeges kérdés. Hát erre vonatkozóan meggyőződésem közgazdászként, hogy nyerhet az állam rajta. Miért, mit nyerhet? Tegyük hozzá, hogy mit nyerhet. Elindul a bérlakásépítés, mert megnövekszik még jobban a kereslet. Az emberek úgy gondolkoznak, hogy ma egyébként nem az a gond, hogy legyen ingatlanom, vagyonom, amit majd a bankban fel kell ajánlani és elveszítem, hanem az a gond, hogy legyen olyan állásom, megélhetésem, aminek legegyszerűbb formája a bérlakásban lakom, ami mobil munkahelyhez közel van, és egyéb ezer előnye van, foglalkoztatásban, mindenben. Tehát ezen a módon, amennyiben megnő a kivitelező oldala a dolognak, tehát 5-10, legalább 10 000 bérlakást építünk, az államnak többletbevétele származik, és hozzáteszem, hogy lényegében a 7%, 5%-os, vagy 5%-os áfa, vagy 10%-os áfa is bevétele az államnak, de a befolyó társaságokon keresztül, kivitelező cégeken, úgy számoltuk, egy multiplikátor hatás van 10 000-nél, 10 000 munkahelyből 45 000 terem meg azzal, hogy ezeket a bedolgozók és szakmák végzik, és ezen módon mind adófizetőként jelentkeznek, és jóval több folyik be adózási csatornán, mint amikor áfába gondolkozunk, és ez a lényeg a dolognak. Reménykedünk az áfa csökkentés. Ákos, röviden? Inkább ismételni nem szeretném, inkább csak azt mondom, hogy teljesen egyetértek azról, hogy hogyan lehetett volna ezt a devizahiteles problémát megoldani, mert ma már forinthiteles probléma mai napig nincsen megoldva, tehát ez a megállapítás és ez a lehetőség még továbbra is fennáll, és ennek a finanszírozása, belső finanszírozása és önfinanszírozása megoldható lett volna komolyabb külső tőke befektetés nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy a finanszírozása kvázi nem kérdés. Az áfában ugyanúgy egyetértek, egy 5% körüli vagy egy alacsony áfaszint nagyban jó tenne ennek, mint ugyan az új lakásépítésnek is, tehát több területre pozitív hatása lenne, de rá lehetne építeni erre a szociális bérlakás, vagy a bérlakás program. Egy utolsó gondolatom még ehhez, hogy viszont amennyiben megkülönböztetünk szociális és piaci alapot, és meg tudjuk teremteni a piaci környezetet ebben, akkor azt gondolom, hogy nem kérdés továbbra sem a finanszírozás, hiszen hogyha egy csökkentett áfával rendezett jogi körülmények között meg lehet ezt valósítani, akkor egy kb. 15 éves megtérüléssel lenne olyan pénzügyi befektető a piacról, aki ezt az egészet megfinanszírozná, nem ezres, hanem 10 000-es vagy 100 000-es volumenben, és az önkormányzat pedig, hogyha azt mondja, hogy egy félbérleti díjat hajlandó szociális alapon ugye meghúzni, mint limitet, akkor neki a megtérülési szintje 30 év, ami egy önkormányzatnál továbbra is a tolerálható kategóriában van, és mi mindig nem ingyen pénzről vagy ingyen segítségről beszélünk, csak hosszabb megtérülésről a szociális esetben. Tehát ha minél inkább közeledünk a piaci megoldáshoz, a piaci standardhez, annál könnyebb a megoldás és annál piaci. Most az magánbefektetőnél azt mondja, hogy 15 év körülbelül a megtérülési idő, ami nem olyan rossz, mert ezelőtt 10 évvel. Ha az áfa csökken, és hogyha a rizikók, az üresen állások és a veszteségek ebből csökkennek, mert ma ezek teszik egyébként az ingatlan befektetéseket 25-30 éves megtérülésre. Nagyon szépen köszönöm. Folytatjuk még a bérlakásokról a beszélgetést szerintem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a figyelmet. Találkozunk egy hét múlva a lakásvásárral. A viszontlátásra. Támogatja az Zalakaros Varázslatos Wellness Birodalma, a 4 csillagos Mendem Magic Spa és Wellness Hotel.